Maradva a focinál és az Orosháza FC-nél, Restály György ügyvezetőt kértük arra, értékelje a csapat eddigi teljesítményét. Újonc Orosháza FC labdarúgó csapata 11 forduló után 3 győzelemmel, 4 döntetlennel és 4 vereséggel a bajnokság 12. helyét foglalta el az MB2-es bajnokság keleti csoportjában. Restály György ügyvezetőt kértük rövid értékelésre. Elindulva augusztustól a mai napig úgy értékelném, hogy a csapatnak a teljesítménye kb. 35-40%-os, ahhoz viszonyítva, amit én vártam, olyan 60-65-öt. Ennek két oka van. Az egyik oka az, hogy hát mondjuk úgy, hogy szokták mondani, hogy futball nyelven a labda kerek is nem mindig arra földült, amire kellett volna, de hozzá kell tenni azt is, hogy a csapat az első 4 forduló után monotonvá vált, és azt a pörgős játékot, amit vártunk tőlük, ez egyre jobban lelassult. A csapat a remek kezdés után zuhanó repülésben csúszott vissza a tabellán. Az elhullajtott pontok mellett a játék is hagyott némi kívánnivalót maga után. El kell, hogy mondjam, hogy a mezőkövesdi vereség után úgy döntöttem, hogy szokatlan dolgot fogok csinálni. Összehívtam a csapatból 9 fő olyan meghatározó játékost, aki, hogy úgy mondjam, befolyásolni tudja a csapatjátékát, leültem velük egyenként, elbeszélgettem. Majd úgy döntöttem, hogy ebből a 9 fő játékosból és az edzővel csinálunk egy mondjuk úgy kerekasztal értekezletet, ahol megvitatjuk azt, hogy végül is mi volt eddig a hiba. Ennek semmi más oka nincs, csak a csapatban, illetve a pályán lévő játékosoknak a koncentráltsága, illetve figyelme. Mit vár a hátralévő 4 fordulótól, köztük a mai mérkőzéstől? A mai napon azt várom, hogy nem csak a 3 pontot gyűjtsük be, hanem a játék is jó lesz, és bízom benne, hogy a többi 4 fordulóban is ugyanígy fog történni, és ami nekem a jelszavam volt ezelőtt, mondjuk úgy 3 héttel, hogy én 2 dolgot nem szeretnék. Az egyik az, hogy nem szeretnénk edzőt váltani, és nem szeretnénk ki esőjelöltek között lenni. Bízom benne, hogy a mai meccs után olyan helyzetbe fogunk kerülni, hogy kikerülünk a kieső zónából, és mind a két probléma megszűnik.